Nagyon szépen köszönöm, hogy jöjjön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkárt virággal köszöntötte az a Petőfi szállási Bakos nagy család, ahol 8 gyermeket vállaltak a szülők. Az államtitkár a polgármesterek találkozójára érkezett ma délelőtt, ahol előadást tartott a családtámogatási rendszerrel kapcsolatosan. A rendezvényen elmondta, hogy jövőre több mint 2200 milliárd forintot szán a kormány a családok megsegítésére. Ebből 200 milliárd forint kifejezetten a családvédelmi akciótervhez kapcsolódik. Novák Katalin elmondta, hogy ehhez párosul az a babaváró támogatás, amely során több mint 400 milliárd forintot fognak felvenni a fiatalok olyan kamatmentes hitelként, kölcsönként, amit adott esetben vissza sem kell fizetni. Ma, hogyha egy fiatal pár összeköti az életét, megtalálták egymást, és tudják, hogy együtt szeretnének élni, tudják, hogy gyerekeket akarnak, akkor eleve a babaváró támogatással július 1-től megkapnak 10 millió forintot, amit hogyha tényleg lesz is mondjuk három gyerekük, akkor egy fillért nem kell ebből visszafizetniük. 10 millió forint gyakorlatilag rendelkezésükre áll, és bármire fordíthatják, tehát nincs meghatározás, nem csak otthonteremtésre, nem kötött az, hogy milyen célhoz rendeljük ezt a támogatást, tehát ezt magukra, a családra, bármire költhetik. Ugye, hogyha otthonteremtési terveik vannak, akkor kapnak még 10 millió forintot, amit nem kell szintén visszafizetniük, hogyha vállalnak akár előre három gyereket. Ehhez még jön a 15 millió forintos támogatott csok kölcsön. Most ugye tudjuk, hogy a falusi csok az még bővítette a rendelkezésre álló lehetőségeknek a körét, és itt szerintem a megyében, vagy a választókerületben is bízom benne, hogy az jelentős segítséget fog még biztosítani. És akkor tovább megyek, hogyha ráadásul ennek a fiatal párnak születnek a gyerekei, akkor a második gyereknél egy, a harmadik gyereknél még 4 millió forintot el is engedünk a fennálló hitelből. Tehát ha nagyon leegyszerűsítem, kaptak 25 millió forintot, amit sose kell visszafizetniük, és még 10 millió forintos hitelt kell törleszteniük egy 3% alatti kamaton, ami 48 ezer forint havonta, ami ahhoz képest azért nem egy nagy összeg, vagy mekkora mozgásteret kaptak cserébe. Babaváró támogatásnál csak direkt nem a jellemzőit mondom el, csak egy-egy dolgot megyei szinten, vagy akár a választók körzetben. Számolgattak itt a kollégáim egy kicsit, csak hogy önöknek mit jelenthet itt helyben ez az új támogatási rendszer. Csak itt Bács-Kiskun megyében a mi számításaink szerint akár 17-20 ezer gyerek születése kapcsolódhat majd a babaváró támogatáshoz. A 2020-as költségvetésben 300 milliárdot fordítanak otthonteremtésre, a csoktól kezdve a kibővített támogatott kölcsönön és a jelzálog hitel elengedésén keresztül egészen a falusi csokig. A családi adókedvezmény az idei évben emelkedett, jövőre pedig kibővül ez a rendszer a 4 gyermekes édesanyák személyi jövedelem adómentességével. Látjuk, hogy adott településen a helyi igényeket összesítve, adott településen milyen bölcsődei férőhelyekre van igény, és ebből adjuk aztán össze az országos igényeket, és ebből indul a bölcsődefejlesztési program, amire csak a jövő évi költségvetésben 40 milliárd forint áll most pluszban rendelkezésre, tehát úgy érzem, hogy ott nagyon komoly előrelépést tudunk megtenni. Azért alakítottuk át a bölcsődei rendszert úgy, ahogy átalakítottuk, azért tettük több szereplőssé, azért növeltük a finanszírozást, azért vezettük be a feladatalapú finanszírozást, és azért tettünk sok lépést az elmúlt években a bölcsődefejlesztés terén, mert azt szeretnénk, hogy tényleg rugalmas legyen a rendszer, és valódi segítséget nyújtson. A jövő évi költségvetéssel minden élethelyzetben lévő családot segít a kormány. Azokat, akik gyermekvállalás előtt állnak, akik már gyermeket nevelnek, akik otthon teremtenek maguknak, és akiknél érkezik a testvér. Novák Katalin kiemelte, hogy Magyarország demográfiai kihívásai ne bevándorlással legyenek orvosolva, hanem a magyar gyermekek születésének támogatásával.